Tanta via dolorosa, Jeruzsálemben történt. Egy férfi vitte súlyos keresztjét, körül állta őt a nép, az embert, akit halálra ítélt. Jézus testén vérző sebek, korbács ütés nyomai, koronája védkeink tövisei. Minden lépést értünk tett, így bűneinktől szabadított meg. Lent a Via Dolorosán, minden fájdalom útján, Isten fia feláldozta önmagát. Végtelen nagy szeretettel vállalta, érted, értem. Lent a Via Dolorosán a halált, ó, a halált. Lent a Via Dolorosán, Jeruzsálemben történt, egy férfi vitte súlyos keresztjét. Körül állta őt a nép, az embert, akit halálra ítélt. Lent a Via Dolorosán, minden fájdalom útján, Isten fia feláldozta önmagát. Ő meggyógyított, új lelket adott, vére árán egy új életre hívott. Lent a Via Dolorosán, minden fájdalom útján, Isten fia feláldozta önmagát. Végtelen nagy szeretettel vállalta, hogy győzött, akkor a legnagyobb veszteséget szenvedte, és ez történt a Golgotán, hiszen amikor az ember azt gondolta, hogy na most leszámoltam az Istennel, akkor az Isten mondta ki a győztes szót, mert ez azt jelentette a Golgotai kereszt, hogy én győztem, és életet szereztem nektek a halálom által. És én azt gondolom, hogy a reformációban éppen ennek a felismerése csúcsosodott ki 500 évvel ezelőtt, amikor Luther Márton azt mondta, hogy nekünk erre a Krisztusra van szükségünk, aki értünk, odaáldozta magát. Ez a Krisztus ma is ugyanezt üzeni minnyájunknak, értetek, áldoztam oda az életem azért, hogy nektek életetek legyen. És akik elindították a reformációt, talán azt mondhatnám, ők se voltak többen, mint akik most itt vagyunk. De mégis 500 éven keresztül tartotta magát, és ez az előttünk álló 500 évre ugyanúgy érvényes, hogy ha mi, akik most itt vagyunk, tartjuk magunkat. Tartjuk magunkat annak a Krisztusnak a szeretetében, aki eddig is kezén hordozott bennünket, és akiben ezután is bízhatunk, hogy kezén hordoz bennünket. Úgyhogy ennek a mai napnak az a gondolata, amit itt a háttérben olvasunk, hogy az igaz ember hitből él, a mi számunkra is biztatás, hogy azok, akik 500 évvel ezelőtt vallást tettek erről, mi is bátran megvallhatjuk ezt. Az elmúlt napokban már többször beszéltünk erről, és én sokszor, amikor
amikor azt látjuk, hogy talán kevesen vagyunk, talán nem is vagyunk olyan erősek, akkor mindig erre bátorítok és biztatok mindenkit, hogy nem a mi erőnk számít. Nem az számít, hogy hányan vagyunk, hanem az Isten hatalma és az Isten ereje. Az Alsóvadászi Harmónia Községi Vegyes Kar nevében. Ha kimondom azt a szót, hogy Alsóvadász, lehet, hogy sokan kérdőn néznek rám, hogy hol van ez a település, ezért néhány szóval szeretnék bemutatni, de szeretném bemutatni a községünket, illetve kórusunkat. Miskolctól csupán 25 kilométerre található, és hogyha azt mondom, hogy dr. Dienes Dénes professzor úr szülőfaluja, akkor azt hiszem, hogy már kicsit közelebb vannak hozzá a reformátusok, legalábbis szerintem sokan ismerik őt. A mi településünkön 150 éves hagyománya van a többszólamú kórus éneklésnek, hiszen református település lévén az akkori 150 évvel ezelőtti kántortanítók alapítottak egy férfi kórust. Kezdetektől én voltam a kórus alapító karnagya, hiszen akkor éppen gyesen voltam, egy éves volt a kisfiam, és a későbbiekben viszont segítséget kellett kérnem mesteremtől, tanítómtól, Kormány Attila tanár úrtól, aki középiskolai énektanárom volt, és az akkori kórusában is énekeltem, és ennek a kórusnak is beleloptam a repertoárját a sajátunkba, úgyhogy eléggé ismert tanáró számára a repertoárunk, és ezért is van ő most itt közöttünk, hiszen nagyon sok mindenben segít nekünk a tavalyi év óta, amikor volt egy komoly balesetem, és nem tudtam vezetni.